Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezúttal a magyar eper fogyasztására ösztönöz. A mézédes gyümölcs sokunk kedvence, és a napokban dömpingszerűen megjelent a piacokon. A hűvösebb időjárás miatt a tavainál kicsit később indult meg az eper szezonja, de mostanra dömpingszerűen piacra került a mézides ormánsági gyümölcs. Ennek apropóján tartottak eper promóciót a pécsi Kossuth téren. Ezen a termelők mellett az Agrárkamara és a megye politikusai is részt vettek. Országosan is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beállt ebbe az eper promócióba, mi is beálltunk hála Istennek ebbe a sorba, mi inkább itt a baranyai epret szeretnék népszerűsíteni, itt a baranyai termelőket, két termelőnek a portékáját hoztuk el ide, próbáljuk kínálni. Én úgy látom, hogy az eper termőterülete is nőtt itt Baranyába, nagyon sok eper pont van, Újmohácstól, úgy fogalmaznak egészen az Ormánságig, Baranya déli részén, 20 kilométerenként biztos, hogy találunk egy eperpontot. Fölhívnám mindenkinek a figyelmet a Szedd Magad akcióra. Tegnap este utána néztem, 1000 forint alatt van. Ki mit leszedett, annyit fog fizetni, annyi kilót, és azt fogja hazavinni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó családi program is amúgy. Családdal kimenni, egy szép eperföldre, kis piros szívecskés epret leszedni, és egy szép képet készíteni, és tudjuk, hogy ez baranyai földön termett, baranyai embereknek. Most vagyunk itt a szezonnak körülbelül a felén, még két hétig az időjárás kicsit kegyes lesz a termelőkhöz, két hétig még biztos lesz szabadföldi, jó minőségű baranyai eper. Ezeket az epreket keressék, itt mögöttük lévő piacon is van több termelő, itt a mai napon csak kóstoltatunk, de a két termelők is több helyen van jelen, több helyen árulják ezeket az epreket. Ha nem Szedd Magad akcióban van, akkor 1200-tól 1500 forintig szerintem igen kegyes áron van most már. Miért fontos az Agrárgazdasági Kamarának, hogy részt vegyen ebbe a promócióba? Hát hál' Istennek, hogy minden ilyen promócióval azért a népszerűség is, meg a termelőknek a helyzetbehozása. Én úgy gondolom, hogy meg azt látjuk, amikor itt indultunk, egy pár hektáron volt csak szamóca földi eper itt Baranyába, azért most már több száz hektára foglalkoznak termelők vele, hál' Istennek. Baranyai Vármegye elnöke is itt van, természetesen a promóció, lehet azt mondani, ez önnél már szokásos dolog, szívesen promotálja a baranyai termékeket. Azt gondolom, hogy ez feladatom is, és elkötelezett is vagyok a helyi termelők támogatása és a helyi termékek fogyasztásának a népszerűsítése iránt is. Én azt gondolom, hogy több mint szimbolikus az, hogy a jó minőségű Baranyában megtermett helyi termékekkel most a ugye itt van a tavasz, most az eperrel, Pécs belvárosába ide kitelepülünk, ezt megkínáljuk a pécsieknek, kóstoltatjuk. Ezzel a célunk pedig az, hogy felhívjuk a nagyvárosban, a legnagyobb városban a Pécset élők figyelmét is arra, hogy amikor tavasszal a gyerekek, vagy mi magunk megkívánjuk az epret, engem is minden nap úgy engednek el ezekben a napokban a gyermekeim munkába, hogy hazafelé a piacról hozzak egy kis epret, ezt ma is meg kell tennem, akkor fontos, hogy ezt tudatosan tegyük, és lehetőleg helyi baranyai terméket válasszunk, hiszen ha így teszünk, akkor nem csak abban lehetünk biztosak, hogy jó minőségű, zamatos, illatos gyümölcs kerül a családi asztalra, hanem a helyi termelőket is egy kis plusz bevételhez juttathatjuk, és ez jót tesz itt Baranyában a helyi gazdaság élénkítésére. Óvni, védeni kell a termelőket? Én azt gondolom, hogy egy közösség erejét, összetartását az adja, hogy mennyire figyel oda a tagjaira. Baranyában mi itt egy közösséget alkotunk, éljünk a nagyvárosban vagy a kisebb településeken, akkor lesz erős Baranya, hogyha egymásra odafigyelünk és egymást támogatjuk. A baranyai gyümölcs és zöldségtermelők is Baranya nagy közösségének a tagjai, tehát szükségük van a támogatásra, és ezt a támogatást meg is kapjuk, hiszen ők pedig a vidéken, a kisebb településeken megtermelt igen finom terményeikkel kényeztetnek el bennünket, és jelennek meg itt a nagyvárosi piacokon. Az Agrárkamara kertészeti osztályvezetővel beszélgetünk arról, hogy mi a tapasztalat idén, milyen az eper felhozata. A korai tavasznak köszönhetően, meg a kedvező időjárásnak nagyon jó eper szezont zárnak a termelők. Én úgy gondolom, ízanyagra, minőségre, nincsenek rothadt eprek, nagyon finom terméket tudunk a piacra hozni. Miért szeretjük az epret alapvetően, mint gyümölcsöt? Milyen élettani sajátosságai van? Szerintem ki vagyunk rá éhezve az első gyümölcs, ami megjelenik Magyarországon. A gyümölcsöt hála Istennek mindenki szereti, az epret még jobban. Én most nem tudom különösebb a vitaminokat, de a bogyós gyümölcsök nagyon jó az érrendszernek, szívnek, tehát ajánlják a fogyasztását.
Aki evett már spanyol epret és magyar epret, az megtalálja azért a különbséget a kettő között. Hát hogyne, hát azért minden zöldséggyümölcsben úgy van, hogy mondjuk egy spanyolt azt utaztatni kell azért kamionba 2 napot, manipulálni kell, csomagolni, tehát érettségi állapotban azt fél éretten kell leszedni. Míg egy itthon megtermelt akármilyen zöldséggyümölcsöt, azt az érés annak a szakaszába szedjük le, amikor már fogyasztható, amikor már kialakultak az ízanyagok. Ezt nem lehet utánozni, tehát aki figyeli, az tudja és érti, hogy miről van szó. Nagyanyám mindig porcukorral adta az epret, de hát kóstolva ezeket a mostani epreket, ez ma nem is kell cukor. Ehhez vétek cukrot rakni, tehát ez, aki az édeset szereti, az kóstolja meg. Idén a szezon elején volt egy kicsit az első érésekben, ami nem olyan ízanyaggal volt, most már az epre szezon vége fele járunk, most már annyira édesek az eprek, hogy hihetetlen. Folytatásban Mozsgai Antal eper termelővel beszélgetünk arról, hogy milyen az idei felhozatal, milyen az idei termés. Mindenképpen finom, jó ízű. Termelőként elégedett vagyok a mennyiséggel is. A furcsa az idei évben talán az, hogy hozzávetőlegesen 2 héttel korábban kezdődött, és meggyőződésem, hogy 3 héttel meg előbb vége is lesz, mint ahogy átlagosan szokott. Most már nem a fóliás eperről, hanem a szabadföldi eperről beszélhetünk. Jobb ez, ízesebb? Igen, most már kizárólag szabadföldi eprek vannak a piacon. Én azt gondolom, a fajtákban is van különbség, meg hát a technológia adta különbség is. Zamatosabb mindenképpen a szabadföldi eper. Minden évben új és újabb palánták kerülnek elő, nem a régivel foglalkoztok. Mi ennek a titka, miért jó ez így? Igyekszünk intenzíven termelni, újra telepítünk minden évben, jobb a minőség, másrészt pedig minket is érint ez a közhelynek mondható dolog már, hogy a mezőgazdasági idénymunkások száma egyre kevesebb. Ha minden évben újra telepítjük az epret, akkor sokkal hatékonyabban tudunk szüretelni, kevesebb emberrel meg tudjuk oldani a szüretet. Ti magatok is a saját farmotokon alkalmazzátok a Szedd Magad akciót. Ez bevált? Ez jó módszer? Igen, hosszú évek óta működik. Nagyon sok a visszajáró vásárlónk. Nagyon kedveljük, én azt gondolom a vásárlók is kedvelik. Több előnye van, az egyik mindenképpen az ár, hiszen az értékesítési lánc itt korlátozódik a termelőre és a fogyasztóra. Azért nagyon jó áron tudjuk értékesíteni, nincs a szedetési költség, ami azért a pulton megjelenő epernél jelentős mértéket tesz ki. Meg hát az anyagiakon túlmenően én azt gondolom, hogy sokan igyekeznek odafigyelni, hogy tudatosan azt vásárolják, amit szeretnének. A piacon egy dobozban nem biztos, hogy magyar epret kapnak, itt a Szedd Magad akcióban nyilván ez természetes. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok család ezt nem csak egy vásárlásnak éli meg, hanem egy szabadtéri délutáni, délelőtti programnak családosan eljönnek, gyerekekkel, megvan a lekvárnak való eper, meg is kóstolgathatják ott közben, és jó áron visznek haza epret. Ez nagyon működik ez a dolog. Szeretném kérni a fogyasztókat, ha tehetik, akkor magyar epret vásároljanak, hiszen a magyar eper mögött magyar gazdák vannak, magyar munkaerő van, ha tehetik, támogassanak minket ezzel. Az ormánság több településén is termelnek epret. A szakemberek szerint június közepéig biztosan élvezhetjük a hazai eper ízét, és még az ára is lecsökkenhet 7-800 forint per kilóra. A magyar földi epernek saját tapasztalatunk alapján teljesen más az íze, mint az importárunak. Ha a vásárlók tudatosan ezt választják, akkor nem csak minőségben kapnak jobbat, hanem a helyi termelőket is támogatják. Kóstolják önök is a mennyei finomságot. Kedves nézőink, a folytatásban agrárpercek következnek. Nagy Lajos ura, Bojtötös és ZRT vezérigazgatója vendégem, akit nagyon nagy tisztelettel köszöntök. Üdvözlöm, vezérigazgató úr! Köszönöm, üdvözlök én is! Gyönyörű szép idő van kint, de hát volt itt hűvösebb is az elmúlt napokban. Én magam nem figyelem hivatalosan, hogy mennyi csapadék esik, de hát vezérigazgató úr azért rá pillant szinte napi szinten. Hogy állunk most így az első 4 hónap tükrében? Az első 4 hónapban összesen leesett 108 mm eső. 108. Ez nem sok, ugye? Ez annyi, mint tavaly szeptemberben egy hónap alatt amennyi leesett. Tehát ez 4 hónapra oszlott el. És ami katasztrófa, hogy ilyen csipcsupokból 3-5 mm, másfél, kettő. Tehát a jó kiadós, tartós, áztató eső. Tehát ami beáztatta volna a talajt,
az ilyen csapadék utoljára januárban volt ilyen 11 néhány milliméter. De az utána következő csapadékok mind ilyen kis csípcsúpok, és a szél rögtön kifújja ezt a csapadékot. Régebben nagy havak is voltak, ugye? Az is csapadékban is jelentős mennyiséget jelentett, és hát valamilyen szinten védte is ugye a növényi csírákat. Hát a téli csapadék az, ami nagyon hiányzik, mert az volt az, ami feltöltötte a talajvizeket. A hó alatt mindig olvadt a hó alsó rétege, és szivárgott be a talajba. Ott nem folyt el semmi, jött a következő hóra, jött a következő, mindig úgy láttuk, hogy 50 centis a hó, miközben már méteresnek kellett volna lenni, de az alsó 50 centi szép lassan beleolvadt a de talajba. De hol van már ez az 50 centis hát hó? Ez már emlékeimben se. Hát igen, az én emlékeimben még ott van, de hát ugye november vége felé leesett az első hó, és március 15-e előtt elolvadt az utolsó hó. Ilyen manapság már nincs, a gyerekek nem is látnak havat jóformán, vagy ki kell szaladni, mert abban az 5 percben, ha nem szalad ki, akkor nem látja a havat. Itt a napokban a híradóban láttam, hogy Abu Dhabiban volt hatalmas nagy esőzés, hát ott nincsenek csatornák, és hát az autókat ellepte a víz gyakorlatilag. De teljesen megbojdul itt a légkör gyakorlatilag a globális felmelegedés által ilyen kiszámíthatatlan szélsőséges időjárással találkozott. Hát Abu Dhabiban egy nap alatt esett le egy teljes évi csapadék mennyiség, ott is csak 100 milliméter, 100 valahány milliméter esett le náluk. Ez a 100 milliméter ott katasztrófát okozott, mert a talaj nem nyelte el, a teteje homok, az alja szilárd, csapadék vagy csatornázás nincsen, és ennek valamelyre meg kell keresni az utat, és nem följött. No, de nézzük, hogy manapság az agráriumot milyen kérdések feszítik. Hát a héten lesz Lenhód mezővásárhelyen az alföldi állattenyésztési napok, hogyha vezérigazgató úr hirtelen kinevezést kapna, és államtitkár vagy miniszter lehetne, miről szólna az ünnepi beszédje Lenhód mezővásárhelyen? Mik feszítik Isten igazából az agráriumban? Hál' Istennek ez a veszély nem fenyeget, hogy nem vállal, hogy kinevezés érjen utol. Tehát nehéz manapság jó döntést hozni az agráriumba, és ennek a több oka mellett most az utóbbi időben a legsúlyosabb oka az ukrán helyzet. Az, hogy Ukrajna, aminek a mezőgazdasága a kiváló adottságai miatt olyan teljesítményre képes, ha ezt beveszük az Unióba, akkor mi elfelejthetünk gabonát termelni. Tehát olyan nagy mennyiségbe fog rázódulni gyakorlatilag Európára? Igen, és ráadásul innentől kezdve már vámmentesen jöhetne be, ahogy tavaly beengedték vámmentesen, látjuk, hogy a teljes Európát padló alá küldte a mezőgazdaságot, mert ezen az áron, amennyit Ukrajnából behozták a termint, ezen az áron nem lehet az Unióban megtermelni. Részben sok olyan tényező van, ami az ukránoknál nem esik számításba, tehát azok az előírások, amiket az Unió előír nekünk a kötelezettségként. Ezeket Ukrajnának nem kell betartani. Ott mások a munkabérviszonyok, mások az energiaviszonyok, mások a talajviszonyok, és ugye ami bennünket sújtott ez a felmelegedés, az ukránokat segítette, mert az a régió hűvösebb volt, és csapadék szegényebb volt. Eltolódott észak felé a melegebb időjárás, és csapadékosabb. Kedvező klíma alakult ki. Tehát gyakorlatilag kedvezőbbé vált a klíma, és ha emlékszünk még, aki idősebb korosztály, hogy akkor, amikor a Szovjetunió még létezett, meg a KGST létezett, nem győztünk annyi gabonát, húst, gyümölcsöt szállítani a nagy Szovjetuniónak, hogy ne éhezzenek. Ma Ukrajna is és Oroszország is a világ két legnagyobb gabona exportőrévé nőtte ki magát. Ha nem fegyverkezésre költik, meg nem hülyeségre költik a pénzt, hanem a termelésre, a mezőgazdasági termelésre, akkor erre képes. Ugye Ukrajna képes 20 millió tonna gabonát exportálni, Oroszország 30 millió tonna gabonát képes exportálni. Ez a világ kereskedelemnek
több mint 50%-át teszi ki ez a két ország. Hogy kapcsolódik ez az állattenyésztéshez, ha már speciálisan állattenyésztési napokról beszélünk lent Hódmezővásárhelyen? Gondolom a takarmányozásnál azért ezt fel lehet használni. A takarmányozásnál. Hogy az állattenyésztőknek egy pillanatig jó volt, hogy olcsó lett a gabona, de olyan egyprofilú gazdaság kevés, amelyik csak állattenyésztéssel foglalkozik. Az jó járt ezzel az olcsó ukrán gabonával. A többség az növénytermesztéssel is foglalkozik. A növénytermesztés általában a nagyobb volumen. A nagyobb volument agyonvágta ez az ukrán gabona piac, az állattenyésztést segítette. Ha már gabona és növény, akkor elsősorban a GMO-mentesség ugye idehaz, ami nagyon fontos, és ha már onnan külföldről jön, azért nem mindegy, hogy tiszta-e az a gabona, fuzáriummentes, illetve gombacsíramentes. Mi erre a jellemzőkép? Hát a GMO-mentesség az adott. Részben piaci tényező. Ugye azért sürgették itt nálunk a teljes GMO-mentességet, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy kiszolgáltatottak legyünk a Syngenta nevű amerikai cégnek, mert ő termeli, állítja elő a legtöbb génmódosított vetőmagot, és ezek a génmódosított vetőmagok valamelyest ellenállóbbak, mint a nem GMO-s, gyomírtószernek, rovaroknak ellenállóbb, kukoricába például, egy Bacillus thuringiensis nevű bacillusnak a génjeit vitték bele, ezzel a kukorica azt a mérget termeli, ami megöli a kukorica bogarat. Csak azt nem tudjuk, hogy takarmányozva, meg humán fogyasztásra, ha ezt elfogyasztják, akkor az hogy fog hatni. Különösebben nem látjuk még Amerikában is, hogy milyen hátránya lenne, de ott is fel kell tüntetni az élelmiszereken, hogy GMO-t tartalmaz-e vagy sem. Amerikában a hatóságok ezt hogy vizsgálják? Vagy magasabban van a léc, könnyebben átmennek alatta? Hát Amerikában az a ritkaság, aki nem GMO-st termel. Annak iszonyúan jó az ára a nem GMO-snak, nem ok nélkül, mert azt keresi, aki meg tudja fizetni, az hajlandó megfizetni akár a többszörösét is a nem GMO-s termékekért. Tehát érzik ott is azért a kockázatot. Érzik. Ugye? Másrészt ugye ezek a génmódosított növények, kukorica szója, úgy lett módosítva a génje, hogy a totális gyomírtószereknek is ellenálljon. Tehát ott nyugodtan belevethetem a talajba a magot, megvárom, amíg ki kell, körülöttek sűrűen ki kell a gyom, és utána lehúzom totális gyomírtószerrel, a gyomokat elviszi, és ott marad a kultúrnövény. Uh-huh. Tehát nem kell foglalkozni azzal, és ez egy nem túl drága gyomírtószer, a totális gyomírtószer. Nálunk is használjuk, de kis mértékben használjuk. Például a fenyércirok ellen használjuk, amikor egy területen a fenyércirok elhatalmasodik, akkor a gabona learatása után hagyjuk, hogy kizöldeljen a terület, kijön a fenyércirok, és akkor lekezeljük ezzel a totális gyomítószerrel, ez lehúzódik a gyökérbe, és a gyökértarackot is megöli. Viszont ott, ahol a kultúrnövényeket ellenállóvá tették, ott olyan dózisban használják ezt a gyomírtószert, ami szép lassan fölhalmozódik a talajban, nincs ideje lebomlani, és újra, meg újra, meg újra jön hozzá a totális gyomírtószer. Ezek glifozát hatóanyagúak, és már az egészségügyben kimutatták, hogy a glifozátnak milyen egészségügyi káros hatásai vannak. Nekem egy német partner küldte el az ottani kutatások eredményeit, hát szörnyű genetikai problémákat okoz. Nézzük azt, hogyha az állattenyésztésben próbálunk egy kicsit jobban körbenézni, hogy mivel érdemes manapság foglalkozni, nem tudom, hogy a baromfi pestis manapság mennyire van jelen
a különböző telepeken, amelyek vagy bezárásra kerülnek, vagy teljes állományi ritkításra, illetve hát a Sertéspestisről is korábban ejtettünk szót, azzal mi a helyzet, illetve hát milyen nehézségekkel kell mondjuk az állattenyésztésben még ezeken kívül manapság foglalkozni? A baromfi influenza az általában olyankor lép föl, amikor a vonuló madarak hozzák valahonnan. Ugye tavasszal visszaérkeznek, ősszel elrepülnek a költöző madarak. Most, amikor érkeztek vissza a költöző madarak, újra megjelent a baromfi influenza, valahonnan hozták útközben. Vizes élőhelyekről, egyéb helyekről, Afrikából, akárhonnan hozták ezt a... És most már több telepet ürítettek ki baromfi influenza miatt. Ilyenkor teljes írtásra? Igen, azt mondták, hogy ha csak egy baromfit találnak, akkor is a teljes telepet kiírtják, mert a többiben meg lappanghat a betegség. Mire előjön, addigra késő nekiállni. A baromfi influenza egyébként emberre nem veszélyes, mert a főzéssel, sütéssel a baromfi influenza vírusa elpusztul. Tehát állatról emberre nem terjed. És állatról emberre talán egyet talált, egy vagy kettő olyan ember találtak idáig, mióta a baromfi influenzával foglalkoznak, ahol elkapta. Tehát ilyen kínai típusú állatokkal való együttélés, amikor a kacsafarmon alszik az illető alig magasabb szinten, mint ahol a kacsák járnak, és a légkör, a légtér zártabb. Nem kedvez, tehát igen. Ott fordul elő. Egyébként egy normál baromfi telepről vagy kacsatelepről nem valószínű, hogy elkapja az ember a baromfi influenzát. Viszont az állatokra nagyon mérgező. Ha elindul a járvány, akkor nagyon rövid idő alatt kipusztítja az állományt. Sertéspest is? A Sertéspest is az utóbbi időben, hál' Istennek, le kell, hogy kopogjam, keveset hogy hallunk. Így? Ennek elsősorban a nagymértékű vaddisznó ritkítások kedveztek. Tehát ott ők voltak a vírushordozók? Ők voltak a vírushordozók, mert az állomány óriási területeket jár be. Ha egy fertőzött állat bekerült valahonnan, akkor vitte a többire, és mire kiderült, a többi is már hetedik határba járt, és szép lassan olyan mértékű fertőzés volt. Részben ki is pusztult az állomány, részben pedig, hogy is mondjam, írtással, indukált írtással ritkították a vaddisznó állomány létszámát. Azt mondták, hogy ha 3-4 kilométerenként van egy vaddisznó, az már kevésbé veszélyes, de ennél nagyobb sűrűség volt nálunk. Vezérigazgató úr, úgy tudom, hogy nagyobb beruházásba fogtak nem is olyan régen a Bolytatási ZRT-nél is. Mit kell tudni a projektről, mit valósítanak, avagy már valósítottak? Volt szarvasmarha telepünkön, építettünk egy 1800 négyzetméteres raktárat, padozatos tározót, építettünk hozzá egy kamion mérleget, és felújítottuk a 60 évvel ezelőtt elkészült aszfaltutat, tehát ez volt a nagy beruházásunk, ez 250-270 millió, még a végszámlákat még nem minden honnan kaptam meg, ez kb. 250 és 270 millió forint között fog befejeződni. Ezeknek lesz a műszaki átadása a közeljövőben. És ez azt van tette... ebbe pályázati forrás, vagy tisztán? Nincs, ennél? Sajnos nincs. Amikor még lehetett volna rá pályázni, akkor banális ok miatt, mert nem volt bejegyezve az a bejárati út, ami a főközlekedési útja a Majornak, holott 60 évvel ezelőtt szabályos körülmények között tervezve, minden ellátva épült meg az út, csak be kellett volna jegyeztetni a földhivatalnál. És ezt akkor elmulasztották, mi meg nem tudtuk, hogy ez nincs bejegyezve. Amikor megkértem rá az építési engedélyt, és pályázni akartam a támogatásra, akkor derült ki, hogy nincs bejegyezve. Így pedig nem adnak ki rá építési engedélyt, ha nincs közúti, hivatalos közúti kapcsolata. Mindenki látta, hogy van kapcsolatunk a közúttal, csak nem volt hivatalosan bejegyezve.
60 évvel ezelőtt 1000 forintért bejegyezték volna ezt. Most arra, hogy ez bejegyzésre kerüljön, erre ráköltöttem 500 000 forintot. Mert akkor föl kellett mérni az utat, a telephelyet föl kellett újra méretni, minden korábban lebontott épületet a földhivatal által megszűntnek kellett nyilvánítani, és az előtte lévő erdősából meg kellett vennem azt a területet, ami a bejárat jut, mert időközben eladták a kárpótlásra került erdősávot, a kárpótolt letermelte, és utána eladta a területet. Az új tulajdonossal kellett megállapodnom, hogy meg tudjuk venni ezt a területet, ki kellett vonatni művelésből ezt a területét. Hál' Istennek át kellett raknom másik művelési ágba, mert erdőként sose tudtam volna kivonatni. Hát sikerült áttenni fásított területbe, így nem a megyéhez, hanem a járáshoz tartozik, és a járás dönthetett úgy, hogy azt a 300 négyzetmétert, ami amúgy sem erdő, azt kivonjuk papíron is, kivonjuk az erdőművelésből. A tulajdonossal megállapodtam a vételárba, megvettem, és mire ezt mindet végigfutottam, addigra a pályázat elfogyott. És újabb nem indult utána azóta sem. Hát meg kellett építenünk saját erőből is, kölcsönből. Még jó, hogy volt rá forrás, illetve a kölcsönt meg vissza is kell fizetni. Hát a kölcsön ugye 7 év alatt vissza kell, hogy fizessem. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, sok információval lettünk gazdagabbak, legközelebb is visszavárjuk Önt. Köszönöm szépen. iExpo elnevezéssel, kidolgozott projektekkel várták a piac szereplőit, a Pécsi Tudományegyetem hallgatói. A jobbnál jobb ötletek mögött felkészült egyetemisták vannak, akik gyakornokként folytathatják tevékenységüket egy-egy cégnél, vagy vállalatnál. A Pécsi Tudományegyetem által szervezett iExpo egy olyan rendezvény, ahol hallgatók fordított állásbőrze formájában bemutatják projektjeiket, kutatásaikat, üzleti ötleteiket. A résztvevőknek lehetőségük nyílik a szakmai sikerek mellett személyes kompetenciák bemutatására is. A rendezvény jó alkalmat biztosít arra, hogy a jövőbeli munkatársakat kereső vállalatok megismerjék a pécsi hallgatók képességeit. Arra vállalkoztunk, hogy az hagyományos állásbőrzék helyett nem a cégeket kérjük, hogy állítsák ki, hogy mit tudnak ajánlani, hanem a hallgatókat kértük arra, hogy a projektjeiket mutassák meg, és ezzel szemléltessék azt, hogy ők mire képesek, a kompetenciáikat szemléltessék, és erre invitáltuk a céges partnereinket. Ez 2 éven keresztül csak a közgazdaságtudományi kar szervezte ezt a rendezvényt, majd ezt követően invitáltuk a társkarokat is. A 9 társkarból most jelen pillanatban 5, aki még projekteket delegált, hallgatói csapatokat delegált a mai eseményre. Összesen 103 csapat vesz részt a mai kiállításon, és több mint 100 szakértő, több mint 60 cégnek a képviseletébe ad visszajelzést, remélhetőleg gyakornoki pozíció, állás, ajánlatokat a nap végén. Ezek a projektötletek mennyire kiforrottak? Mondhatjuk-e, hogy alapjai lehetnek egy startupnak? 6 kategóriába vártuk a projektek jelentkezését, ezek között vannak ötletek, egyébként zömében ötlet jelentkezők voltak, de vannak tanácsadási projektek, vannak fenntarthatósághoz köthető kezdeményezések. Vannak közöttük olyanok, amelyek azt gondolom, hogy már felkelthetik egy, akár egy kockázati tőkésnek is a figyelmét, de természetesen vannak azok a szánypróbálgatások, amelyekhez egy ilyen visszajelzésadás, ami a mai napon megtörténhet, visszajelzések formájában épülhetnek belőle a hallgatók, és hozzájárulhatnak, hogy ezekből is egy kiforrott projekt jöjjön létre. Mennyire jó vadászterület a Pécsi Tudományi Egyetem, akár iExpo-ja is a cégek számára, azok a kiforrott koponyák, akik itt végeznek, diplomával rendelkeznek majd, piacképesek. Hát én azt gondolom, hogy a rendezvénynek a mérete, hogy több mint 500 fő vesz részt rajta, az mindenre választ ad itt e kapcsán. Tehát az látszik, hogy a cégek érdeklődése talán nagyobb, mint eddig valaha. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen azt jelzi, hogy eddig bizonyítottak a hallgatóink a képességeket illetően, tehát akiket tavaly felfedeztek itt, azok beváltak, és ide érdemes visszajönni a következő tehetségeket felismerni.
Ezt a hurkot nézzük, hogy gyakorlatilag fordított felállásban most a diákok ajánlják magukat a cégeknek. Ez hosszú távon egy minta lehet, akár más iskolák számára is? Azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát most jelen pillanatban nem arról van szó, hogy a hallgatóknak nagyon kellene erőlködni azon, hogy eladják magukat, mert itt tényleg nagyon sok tehetség van, hanem a cégek tudjanak olyan ajánlatot adni nekik, amelyik felkelti az érdeklődésüket. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk ma, amikor a hallgatók alkupozíciója jelentősen javult. Ez a nap egyébként arra is, hogy a karok egymással is találkoznak, a diákok látják, hogy mások miben gondolkodnak, és akár így baráti szálak is szövődhetnek. Mindenképpen, tehát azon túl egy interdisziplináris projekt együttműködések is kialakulnak, azon túl azt gondolom, hogy barátságok, szakmai kapcsolatok tudnak oktatók és oktatók között kialakulni, hát és nem mellesleg azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, másnak a projektjétől, másnak a kezdeményezéseitől. Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy már körbenézhetett, szinte mindegyik projektben egy kicsit belenézhetett. Hát szalámízzunk egy kicsit egyet-kettőt, egy-két jó ötletet, hogyha megemlítene, hogy miről szól Isten igazából ez az e-börze. Igen, ez azért 100-nál is több projektről van szó, több mint 40 projekt egyébként angol nyelvű csapatok által delegált projekt. Azt gondolom, hogy van köztük olyan, amelyik tényleg vicces is egyben, nagyon aranyos kis kezdeményezés, de vannak tényleg olyan üzleti ötletek, amikre még én is felkaptam a figyelmet. Itt az aranyostól akár egy kis házi kedvencre vonatkozó ötlet, de vannak olyan az életmód tanácsadással foglalkozó, olyan technológiai megoldások, prototípussal ideérkező történetek, amelyek már azt jelzik, hogy komoly elhivatottság van a csapatok részéről az iránt, hogy ne csak kiállítsanak ma itt, és adott esetben visszajelzést gyűjtsenek, kreditet szerezzenek, hanem mondjuk megvalósítsák az vágyukat, az álmukat. Pécsi tanácsadó cégtől érkezett a fiatal ember, és hát már sok projektbe bele tudott nézni. Mik a tapasztalatok? Azt látom egyébként, hogy meglepően felkészültek a csapatok. A prezentációk egyébként abszolút használhatóak és fantáziadúsak, és a legtöbb ötlet egyébként igazán mai. Tehát mai problémákra ad megoldást. Nagyon sok esettanulmány van, ötletek vannak, illetve probléma megoldások, és úgy gondolom, hogy mi is tudunk hazavinni ebből rengeteg ötletet. Hogyha azt nézzük, hogy mi haszna van egy ilyen e-expónak, akkor ezt hogy lehetne megfogalmazni? Sokkal közelebb hozzák a hallgatókat a cégekhez, és fordítva is így van egyébként. Sokkal könnyebb talán akár már a szakmai gyakorlat előtt vagy azután egy potenciális munkáltatóra, vagy egy potenciális gyakornokra szert tenni itt. Egyről tudunk beszélgetni velük, nem kell egyből CV-t bekérni, vagy úgy kontaktolni akár egy portálról, hanem itt lehet velük beszélgetni közvetlenül. Volt már példa, hogy önök innen vittek gyakornokot magukhoz? Volt olyan, igen, több is már voltunk kétszer ezen az alkalommal, és már több hallgatóval tudtunk egyeztetni egyébként, akár már szakmai gyakorlatot is tudtunk nyújtani nekik. Pécsi HR cég vezetőjével beszélgetünk arról, hogy meg annyi projekt áttekintését követően milyen tapasztalatokra tett szert ez idáig, érdemes volt eljönni. Mindenféleképpen. A Job Capital amúgy is nagyon jó kapcsolatban van az egyetemmel. Mi minden alkalommal itt vagyunk, mert elképesztően sok jó ötlet és nagyon tehetséges fiatalok vannak. Nem csak merítünk belőle, de megpróbáljuk őket segíteni és támogatni, és mindig megpróbálunk a díjazni is valakit, aki számunkra a legközelebb áll. Akkor önöknek fontos szempont az, hogy már ideje korán, már a diploma előtt megtalálják a tehetségeket, ugye? A tehetséggondozás szerintem egy nagyon fontos, különösen itt ebben a pécsi vagy baranyai régióban. Az, hogy a diákok és az itt tanulók, azok a lehető legtöbben maradjanak ebben a régióban, elképesztő mennyiségű tehetséges emberrel nagyon komolyan tudnának hozzájárulni a régió fejlődéséhez. Nézzük manapság egy HR cég milyen tehetségekre lő, több nyelvtudás, több diploma, gondolom ezek alap ma már. Én azt gondolom, hogy a több diploma nem feltétlenül, inkább itt az elhivatottság, a megbízhatóság, a lelkesedés, a proaktivitás, és az, hogy mindenki több nyelven beszél, több kultúrát ismer, az egy nagyon nagy előny, tekintve, hogy itt a befektetések miatt egyre több olyan cég jön ide, aki igényli a magyar munkavállalót, és minél jobban tud ez a magyar munkavállaló illeszkedni ebbe a közösségbe, annál inkább tud ott maradni. Ön is, én is egy más generációt képviselünk, néha furán nézünk az Z-generációra. Milyen az ő munkaképességük, alkalmasságuk, mi a tapasztalat? Hát ugye most azt mondják, hogy az Z-generáció adja majdnem a negyedét itt egy-két éven belül a munkavállalói piacnak,
Én azt gondolom, hogy az E-generáció semmivel sem rosszabb, mint az összes többi, csak mások a prioritások, másképp motiválhatók, és pontosan ezért másképp is kell őket kezelni, és a munkavállalók részéről egy teljesen új hozzáállást igényel, de hogyha ezt meg tudják tenni, akkor ugyanúgy nagyon-nagyon értékes munkavállalói lehetnek egy cégnek vagy társaságnak. Jó ma itt lenni? Én azt gondolom, hogy itt mindig jó lenni. Az egyetem az egy nagyon, nagyon komoly forrasztó, vagy olvasztó tégely tulajdonképpen, ami a kultúrát, a tehetséget és a régiós elhivatottságot is valahogy ötvezi, és jó látni, hogy ennyi külföldi van, aki gondolkozik azon, hogy itt fog letelepedni, és itt akar karriert építeni. Kereskedelmi és marketing szak is természetesen képviselteti magát ezen a e-expon. Mit hoztatok magatokkal, mennyire ütőképes ez az ötlet? Ez gyakorlatilag egy innováció, ez szerintem a legütősebb projekt az egész e-expon. Mert hogy nem? Mert ez gyakorlatilag egy olyan ötlet, amit még soha senki nem talált ki, és mi hoztuk most ide, és reméljük, hogy találunk is rá befektetőt. Na akkor leplezzük le, egy apról van szó, mit tud ez az app? Ez az alkalmazás gyakorlatilag egy szűrő alkalmazás, amelyik úgy működik, hogy az összes ételrendelő alkalmazásnak a kínálatát leszűri a bizonyos ételintoleranciákra, vagy cukorbetegségre, vagy bármiféle olyan dologra, amelyik hátráltatja az embereket abban, hogy bizonyos ételeket fogyasszon. Tehát ez egy nagyon hasznos app, mert hogy nem elkerülhetünk kellemetlen dolgokat ezáltal. Valóban, igen, nagyon kellemetlen dolgokat tudunk elkerülni, illetve rengeteg időt tudunk megspórolni ezzel az alkalmazással. Persze ti csapatban dolgoztok, áruld el, hogy neked mi volt a feladatod? Nekem igazából nem volt senkinek egy meghatározott feladatköre, mindenki belerakott mindenbe. Csináltuk együtt a PPT-t, csináltuk együtt a dizájnt. Az egyetlen egy magánakció az a Márkó volt, hisz ő találta ki az ötletet. Pozitív tapasztalatokkal zárult a PTE idei e-expója. A jövőbeli potenciális munkavállalók felvillantott tudásuk által jó benyomást keltettek a gazdasági piac képviselői számára. A kezdeményezés tehát életképes, és a következő években is lesz folytatása. Portrébeszélgetést láthatnak dr. Ciráki Attila professzorral, a Pécsi Tudományegyetem szívgyógyászati klinika igazgatójával. A felvétel Pécset a Pannon Magyar Házban készült. A határokon túli magyarságért alapítvány székházába a Pannon Magyar Házba invitált a törzs közönségét, ugyanis a Pannon portré sorozat vendégeként ezúttal dr. Ciráki Attila professzort fogadták, aki egyetemi tanár, klinikai igazgató, belgyógyász, klinikai farmakológus és kardiológus szakorvos. Mind a személy által, mind pedig munkája okán nagy érdeklődésre tartott számot. A vendéggel dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök, címzetes egyetemi tanár beszélget tett a nagy közönség előtt. Mindezt televíziós interjúnk előzte meg. A családban több orvos volt, és a 3 éves Attilát megkérdezték, hogy mi akarsz lenni, és akkor mondta, hogy orvos, és akkor tolta tovább a csattogós lepkét, és akkor ez egy valahogy megmaradt, hogy orvos, és amikor a Nagy Lajos gimnáziumban jártam, akkor ott azért nyilván a természettudományos tanár, akik a természettudományos tárgyakat tanították, nagyon jó tanárok voltak, és akkor ez így már úgy tudatosult is, és akkor egy konkrét elképzelés volt már. Persze előbb-utóbb szakosodni kell, ez hogy alakult az ön életében, megvolt-e már korábban, hogy milyen szakot kíván majd választani? Igen, az egyetemen úgy van, általában, ha harmadév után kerülünk a klinikum, úgynevezett klinikumra, és akkor én már nagyon korán elkezdtem tudományos diákköri munkát végezni az akkori kardiológián, mert ez érdekelt, és ez tetszett, és akkor ott több dolgozatot is írtam, és akkor így alakult ki, hogy kardiológus leszek, de akkor úgy volt még, hogy ez nem alapszakvizsga volt, ma már alapszakvizsga, hanem belgyógyászatra lehetett ráépíteni. És akkor először lett egy belgyógyász szakvizsgám, és utána lett ugye 2 ráépített, az egyik a kardiológia, és akkor még a Jávor professzor volt, aki nagyon erősen és jól képviselte az úgynevezett klinikai farmakológiát, és ez lett a 3. szakvizsgám, a klinikai farmakológia. Persze minden jót meg lehet idehaza is tanulni, de lehet ezt fokozni, úgy tudom, hogy Amerikában is elsajátított tudományos ismereteket. Igen, én 2 külföldön, 2 nagyobb helyen és 2 hosszabb időt töltöttem. Az egyik a leghosszabb, ez az Egyesült Államokban, kicsit több, mint 3 évet.
Atlanta mellett van a George Allam orvosegyeteme, ott voltam az úgynevezett érszívsebészeti, érszívgyógyászati központban 3 évig, és ott hát nagyon, nagyon sok érdekes dologgal foglalkoztam, a vérnyomásra ható gyógyszereket teszteltük, és egyébként is kidolgoztunk egy ilyen sebészeti szívnyúl modellt, úgyhogy ha van valakinek nyúl ismerőse, azt nagyon jól meg tudom operálni, egyébként meg a szívsebész kollégáimat javaslom. És akkor utána pedig hazajöttem, és akkor 96-ban egy évet kisebb megszakításokkal Angliában, Londonban voltam, London mellett, az egyik legnagyobb európai szívtüdő transplantációs központban, ott hát, ahogy a nevéből is adódó, szívtüdő transplantált betegekkel foglalkoztam. Hogy lesz valakiből klinikai igazgató? Felidézni azokat a napokat, hónapokat, amikor ez eldőlt? Nem biztos, hogy én igazán akartam lenni klinikai igazgató, de a munkatársaim azt mondták, hogy ezt nem tehetem meg, hogy nem pályázom meg, és akkor megpályáztam. Nyilvánvaló, hogy volt alkalmas pályázó, természetesen volt egy egészen biztos, de valahogy így dőlt el aztán, hogy a rektor úr, akkori rektor a különböző megmérettetések után engem bízott meg ezzel a feladattal. Ha beszeretnénk sorolni idehaza Magyarországon, hogy a Pécsi Klinikai Központ szívgyógyászati klinikája hova tartozik, milyen szinten van, akkor mondhatjuk, hogy az elitbe tartozik? Én azt gondolom, hogy föltétlen, tehát mi ugyanazokat az eljárásokat, ugyanazokkal a gépekkel, készülékekkel végezzük, ami bármelyik európai centrum, tehát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan Semmelweissel és az Országos Kardiológiai Intézettel és Debrecennel, Szegeddel együtt nyilvánvaló, hogy az élvonalba tartozunk, és ott is szeretnénk maradni. Nem törvényszerű, hogy a szikéhez kelljen nyúlni az orvosnak, van prevenció, van megelőzés, mennyire előre haladott ez idehaza Magyarországon, színvonalas a prevenciós eljárás? Igen, ez nagyon sok múlik, vagy múlna. Az az igazság, hogy a prevenció az nem csak orvos szakmai feladat, és nem csak orvosok tudnak ezért tenni, az valahol össztársadalmi feladat is kellene, hogy legyen, és nagyon sok minden nyilvánvaló beletartozik, a helyes táplálkozástól, az alkoholfogyasztás mérséklésétől, a lehetőségtől, hogy mozogjunk, hogy rekreációs tevékenységet folytassunk, tehát ez nem csak is kizárólag orvosi feladat, de úgy gondolom, amit orvos szakmai vonalon meg lehet tenni, azt a prevencióját megteszi a szívgyógyászati klinika. Fordítva közelítem meg, ha egy plusz 30 kiló az emberen, egy egészségtelen táplálkozás rendszere éveken keresztül, ez egyenes út gyakorlatilag a sebészethez? Hát nem biztos, hogy a sebészethez, de nyilvánvaló, hogy amiket tetszett említeni, az úgynevezett kockázati tényezői, például pláne magas vérnyomással társulva a koszorúér betegségnek. Sebészetre visszatérve azért ma már egyre több eljárást átvesznek a úgynevezett invazív kardiológusok, tehát nyilván a koszorúéreket meg lehet operálni, nyitott szívműtéttel, de ugyanakkor lehet behelyezni stenteket is, tehát abban az esetben nem kerül sor nyitott szívműtétre, csak egy 10-15 perces eljárásra. Természetesen ez nem mindig választás kérdése, hanem az adott betegnél azt mérlegelni kell, hogy mikor, mekkora a kockázat, és arról nem is beszélve, hogy ma már ugye aorta billentyűket is a szívgyászati klinikán rutinszerűen ültetnek be éren keresztül. Tehát nem egy nagy nyitott szívműtéttel, hanem éren keresztül, és akkor aznap este már a beteg járkat kellhet a klinika folyosóin. Többször olvastam, hogy egy ember akár 120 évig is elélhet. Persze teszünk róla, hogy ez ne így legyen. Kopunk, mint minden ezen a földön, és hát garantált azt, ahogy Murphy is mondta, hogy előbb-utóbb valami elromlik. Tudatosan lehet arra készülni, hogyha valahol gond van az érrendszerben, akkor azt lehessen orvosolni? Igen, tudatosan is lehet erre készülni a prevencióval, de ha már egy pici gond látszik, akkor úgy kell élni, és olyan gyógyszereket kell alkalmazni, amely ha nem is, tehát sokszor mondták, hogy kitisztítja az ereket, nem tudja sajnos kitisztítani, de ezt a folyamatot, ami érelmeszesedéses plak képződéshez vezet, akár a koszorúerekben, akár a perifériás, tehát a láb ereiben, ezt a folyamatot meg tudja akadályozni, vagy nagyon-nagyon le tudja lassítani a megfelelő életmód és a megfelelő gyógyszeres kezelés. Akár az iskolában is lehet ezzel foglalkozni, már a gyerekeknél elkezdeni az életmódra nevelést? Igen, én azt gondolom, hogy nem csak hogy lehet, hanem kellene is már
már az iskolában foglalkozni, és én annak a híve vagyok, hogy az egyetemnek, az egyetemi oktatónak, az egyetemi struktúrának bármilyen oktatási formában már itt már szerepet kell, hogy kapjon ebben a tekintetben. Ha már prevenció, nem tudom, különböző szakterületeken látom, hogy busszal járják az országot, megáll egy-egy járásba ez a busz, szűrnek, vizsgálnak, a kardiológia is rajta van ezeken a buszokon? Természetesen rajta van a kardiológia is, tehát EKG van rajta, ezeket a kardiológiai kockázati tényezőket laborszinten nézzük, tehát a koleszterint, megmérjük természetesen a beteg vérnyomását ezeken a szűrőbuszokon. Az lenne jó, ha ezek jó, persze jó lehetőségek, hogy felhívják a figyelmet az embereknek, hogy mihez kellene egy kicsit alkalmazkodni, hogy egészségesebben éljenek, de az lenne jó, ha nem csak kampányszerűen, hanem egy-egy ilyen szűrő, idézőben szűrőbusz mondjuk egy nagyvárosban mindig rendelkezésre áll, és ez nagy tömegű ingyenes szűrésre ad alkalmat. Van az önkontroll, persze az teljesen más területre vonatkozik, de hogyha saját magunkra odafigyelünk, és nekünk van otthon vérnyomásmérőnk esetlegesen, a pulzus számot tudjuk esetleg mérni, az is azért visszacsatolás valamilyen szinten. Természetesen, úgy hívják, otthoni vérnyomásmérés, amely nagyon értékes, és nagyon nagy a jelentősége, ezt többször alkalmazzuk, hiszen nyilván a beteget a magas vérnyomás beállítása után nem tartjuk a kórházban, ha hazaengedjük, és azt mondjuk, hogy egy otthoni vérnyomás mérővel méri a vérnyomását, azt jegyezze föl, és akkor hozza vissza X idő múlva, és abból lehet következtetéseket levonni természetesen. Ha érezzük a tüneteket, vagy látjuk a másikon otthon a családba, akkor egyből érdemes felvenni a telefont? Én azt gondolom, hogy igen, különösen, hogyha koszorúér görcsre vagy szívinfarktusra utaló jelek és tünetek vannak, ugyanis ez az a betegség, ahol minden perc számít, tehát a késlekedéssel szívizmot vesztünk, olyan helyzetbe hozzuk a beteget, hogy kerülnek olyan szívizom részek, amelyek már nem tudnak újra működni, ezért ha időbe bekerül hozzánk a szívgyógyászati klinikára, nyilván ennek megvan egy nagyon jó logisztikája, 0-24-ben rendelkezésre áll a szívkoszorúér ellátás, az akut koronária szindrómat, a szívinfarktus ellátás, akkor ha időbe bekerülnek, akkor valamennyi szívizmot meg lehet menteni a koszorúérek revaszkularizációjával, stent beültetéssel. Többször olvastam már így a sajtó meghívókban, hogy modernizálódik a klinika, gyakorlatilag 3D-s nyomtatástól kezdve a robotizáción keresztül minden megjelent már. Azért nyugtasson meg minket, a szívműtéteket még ember végzi, ugye? Természetesen a szívműtéteket ember végzi, de hogy tetszett mondani, hogy a klinika ugye modernizálódik, hát most szeretnénk egy nagyobb modernizálást végrehajtani, hiszen 25 éves a klinikánk, azért tessék szépen elképzelni, egy 25 éves, ugye be vagyunk zárva, most nagyon-nagyon jó kollektívával, nagyon jó orvosszakmai kollektívával, és nagyon jó műszerekkel be vagyunk zárva egy 25 éves testbe, ami részben kicsi már, tehát kinőttük ezt a klinikát, részben pedig új feladatok jöttek, amelyeknek helyet kellene kapni, ezért küzdünk, hogy a szívgyógyászati klinika rekonstrukciós és bővítési programja az megvalósuljon. Műsorunk folytatásában annak járunk utána, hogy idén számíthatunk-e szúnyog invázióra. Mindenről a Pécsi Virológiai Labor kutatóját faggatjuk, aki folyamatosan vizsgálja a kis vérszívókat. Banyós előjelek kísérik az idei szúnyogszezont, ugyanis a korábbiakhoz képest jelentősen kitolódott az inváziós időszak. A vérszívók immár februártól várhatóan október végéig velünk maradnak, ami az újonnan megjelenő fajokra is tekintettel számos eddig ismeretlen veszélyt jelentett számunkra. Kiirtani nem lehet őket, csak gyéríteni, így hát marad a felkészülés és a minél hatékonyabb védekezés, aminek sikere leginkább saját, egyéni felelősségvállalásunkon áll vagy bukik. Dr. Kurucz Kornéliával, a Pécsi Virológiai Nemzeti Labor betegségvektor és betegség ökológiai kutatócsoport vezetőivel beszélgetünk mindenről. A szúnyogok, amióta az eszünket tudjuk, léteznek, már a dinoszauruszok korábban is táplálkoztak vérrel, különböző szúnyogfajok. Az, hogy invázió
generáció se egy faj, az mindig az adott területre, égtájra, tehát gyakorlatilag kontinensre értelmezhető. Itt Európában és így Magyarországon is elsősorban azok a fajok tekinthetőek inváziósoknak, amelyek egzotikus tájakról, Ázsiából, Afrikából vagy akár Dél-Amerikából érkezhetnek az európai kontinensre. Ez önmagában csak egy idegen, honos kifejezés, azonban maga az inváziós kifejezés arra utal, hogy ők nagyon agresszíven, jó alkalmazkodó képességüknek köszönhetően gyorsan képesek terjeszkedni, kimondottan az urbanizált városi környezeteket kedvelik, tehát az ember közeli élőhelyeket, és nagyon szeretnek az emberekről táplálkozni. Hogy közlekednek ők mondjuk Afrikából, hogy kerül ide Magyarországra egy ilyen inváziós faj? Gyakorlatilag úgy repülnek, mint a madarak, vagy pedig behozzuk mondjuk repülővel őket? Ja, alapvetően emberi közreműködéssel tudnak kontinenseken át utazni, nem saját aktivitásukból, tehát nem saját szárnyukkal repülnek át Afrikából vagy Ázsiából Európába, hanem ezeket mindig hajóutakon, repülőutakon, tehát árutranszportok, kereskedelmi utak mentén gyakorlatilag mi emberek hurcoljuk be a kontinensre, majd a kontinensen belül is az egyes országok közt, és amit megtalálják a számukra megfelelő környezetet, őket egyébként tojás alakban érkeznek, tehát nem a felnőtt kifejlett szúnyogok érkeznek ide, hanem a tojásaik, akik nagyon jó ellenálló képességgel bírnak. Ha itt megtalálják a számukra megfelelő környezetet, akkor elkezdenek kifejlődni a tojásból a lárvák, majd a kifejlett szúnyogok, táplálékot találnak, szaporodó helyet, szaporodó partnert találnak, és gyakorlatilag elindul az ő kolonizációjuk, és ha már itt megtelepedik egy-egy ilyen populáció, akkor ők már maguktól aktív terjeszkedéssel tudnak további teret nyerni. Empirikusan megfigyelhetjük évről évre, hogyha több a csapadék bizonyos időszakban, akkor több lesz a szúnyog, és idén hogy állunk ezzel a történettel? Ja, alapvetően a szúnyogoknak az, hogy milyen szezonunk lesz, ezt el szoktuk többször mondani, hogy az éghajlatunktól, időjárásunktól, csapadékmennyiségtől, hőmérséklettől függ elsősorban. Az idei évben azt tapasztaltuk, hogy egy nagyon korai szezonkezdés következett be a szúnyogok aktivitása szempontjából, tehát már egész korán februárban lehetett szúnyoglárvákkal, vagy akár kifejlett szúnyogok találkozni, még nem akkora tömegben, mint amit egy tavaszi, nyári időszakban megszoktunk, de sajnos azt kell mondjam, hogy korán indult az idei szezon. Az, hogy az év során mennyire lesz sok szúnyog, az pedig a csapadék mennyiségtől és a meleg időtől fog függni. Gyorsan fel tud ez futni? Tehát, hogyha jön egy csapadékosabb időszak, akkor szinte hetek alatt előzöllenek minket a szúnyogok? Így van, a szúnyogoknak a szaporodásához ugye vízre van szükségük, ezt természetben elsősorban az összegyűlt csapadék víz tudja biztosítani, tehát akár az erdős területeken, ártereken, vagy akár csak a saját udvarunkban, kint hagyott vödrökben, edényekben felgyűlő csapadék víz tökéletes szaporodó helyet biztosít számukra. Meleg időben ilyen 20-25 fok környékén akár egy hét, két hét alatt is kifejlődnek a szúnyoglárvák, ez azt jelenti, hogyha megfelelő mennyiségű víz áll rendelkezésre és megfelelő hőmérséklet, akkor akár egy két hét alatt előzölhetik. Hát azok a gazdák vagy otthon lévő háziasszonyok, akik gyűjtik a vizet a kiskerthez, azok akarva-akaratlanul szaporítják is a szúnyogokat. Részben, viszont erre is vannak ügyes praktikák, hogy ezt a vizet neki nem feltétlenül kell megszüntessük ezeket a vízgyülemeket, amiket mondjuk locsolásra, öntözésre gyűjtünk össze. Ugyan el szoktuk mondani, hogy a csapadék, az esővíz az aranyatér, tehát ezeket nem kiönteni, hanem elsősorban azt kell biztosítani, hogy a szúnyog ne férjen hozzá ezekhez a vízterekhez, tehát akár szúnyoghálóval lefedve, vagy fedővel lefedve, de csak az esővíz befolyását biztosítva, akár csappal felszerelve nagyon klassz praktikákat lehet találni arra, hogy tudjuk gyűjteni a vizet, úgy, hogy a szúnyogok ne férjenek hozzá. Persze, ha jönnek a szúnyogok, le is tudjuk őket csapkodni, de hát vannak ennél eredményesebb módszerek is, a gyérítés. Hát kémiai és biológiairól beszélünk idehoz a leginkább. Melyik az üdvözítőbb? Természetesen a biológiai, maga a kémiai gyérítés az gyakorlatilag egy idegméregnek a permetezése, kijuttatása a környezetbe, amely amellett, hogy nagyon környezetkárosító, emellett a szúnyogokra sem feltétlenül olyan hatékony, mint amilyen mondjuk 10-20 évvel ezelőtt elképzelhető volt. Ennek az egyik fő oka az, hogy az Európai Unióban egyetlen ilyen hatóanyag, tehát egyetlen ilyen szer engedélyezett, pont a környezetkárosító hatása okán, és az ilyen szereknek az egyoldalú, hosszú távú alkalmazása
alkalmazása, az gyakorlatilag rezisztencia, ellenálló képesség kialakulásához vezethet a szúnyogokban, illetve maga a ködölésnek a kiuttatási módja is magába foglalja, hogy csak azokat a rovarokat fogja, illetve szúnyogokat fogja érinteni, amik éppen akkor a köddel érintkeznek. Ez a kiuttatás útvonalában egy körülbelül 50 méter szélességű sávot jelent, tehát ha mondjuk az udvarunkban egy kőkerítés vagy egy sűrűbb sövény található, akkor ezen már nem is feltétlenül jut át ez a köd, és nem éri el azt a célterületet, ahol valóban a szúnyogok mozognak. Én úgy látom, hogy a gazdagabb települések többször meg tudják rendelni ezt a szúnyogirtást. Ez egyébként ideig, óráig használ, hiszen mondjuk a településen kívül lévő gócokat gondolom nem számolja fel. Így van, itt a fő és kulcs momentum a kémiai gyérítésnek a hátrányában az, hogy magát az utánpótlást nem szünteti meg. Tehát sokszor mondjuk városon kívüli, akár árteres területekről, vagy erdős területekről érkeznek a városba a szúnyogok, és hogyha magát a repülő szúnyogokat kezeljük csak, a vízben fejlődő lárvákat pedig nem, akkor gyakorlatilag egy-két héten belül ez újra feltöltődik, és kezdődik előről a folyamat. Miért van az úgy, hogy Ausztriában a szúnyoggal legfeljebb lexikonokban találkoznak az emberek? Az ottani biológiai gyérítés ezek szerint sokkal hatékonyabb. Vannak országok az EU-ban, ahol már sokkal régebb óta és sokkal szélesebb körben alkalmazzák a biológiai gyérítést. Ez mindig az adott területhez, az adott körülményekhez kell alkalmazni, tehát egészen máshogy kell, mint egy árteres, egy Duna árteret kezelni, vagy egy városi területet kezelni, tehát erre a megfelelő szakembereknek ki kell dolgozni a helyben alkalmas stratégiát. Magyarországon is vannak biológiai kezelésre törekvések, egyelőre még elég csekély mennyiségben. Ha megnézzük közelebbről a szúnyogokat, egyik ilyen, másik olyan, tehát különböző fajtákat is felfedezhetünk Magyarországon, melyik a divik, memikből van több? Alapvetően a magyar faunánk, a szúnyogfaunánk több mint 50 fajból, különböző fajból áll. A leggyakoribbak a dalos szúnyog, vagy közönséges szúnyog, házi szúnyog néven is szoktuk emlegetni, illetve a gyötrő szúnyog, amely nevében is benne van, hogy nagyon szeret emberekről táplálkozni, és gyakran megkeseríti a nyári esténket. Emellett a többi fajunk az egy-egy területen dominánsabban, tehát itt is nagyon függ, hogy milyen élőhelyen fordulnak elő, vannak, akik az ártereket kedvelik, vannak, akik kimondottan a városi környezetet, illetve az inváziós fajok közül az ázsiai tigris szúnyogot emelném ki, amely gyakorlatilag az egész országban most már jelen van, és úgy tűnik, hogy egyre jobban érzi magát, és egyre dominánsabbá válik. Érdekes ez, mert annak idején, amikor megjelent ez az ázsiai tigris szúnyog, akkor kongatta a vészharangot a szakma. Miért veszélyes ez a szúnyog? Ugye az ázsiai fajok és az idegenhonos inváziós fajoknak a fő kockázata az elsősorban az ő betegség terjesztő képességünkben rejlik, ugyanis pont a stratégiájuknak köszönhetően ők akár hatékonyabban tudják terjeszteni a már itt lévő kórokozókat, endemikus kórokozókat, vagy akár hozhatnak magukkal olyan kórokozókat, amelyek eddig nem voltak jelen az országban. Erre számos példát láttunk az Európai Unióban, például Franciaországban, Olaszországban is előfordult már dengi vírus okozta járvány, ami azelőtt csak emberi behurcolt esetekként volt ismert egzotikus betegség, és az elmúlt egy-két évben pedig azt látjuk, hogy ennek a fajnak terjedésének köszönhetően egyre többször fordul elő ilyen fertőzés, és akár járvány is kialakulhat. Ti magatok is itt a Szent Ágotai kutatócsoportja foglalkozik a szúnyogokkal. Mit kutattok manapság, és vannak áttörő eredménye? Alapvetően a szúnyogoknak, csípő szúnyogoknak nagyon sokoldalú kutatását végezzük, kezdve attól, hogy milyen ökológiai igényeik vannak, tehát mit szeretnek, hogy viselkednek, hogy táplálkoznak, egészen odáig, hogy mi befolyásolja az ő szezonális dinamikájukat, tehát akár mikor, mennyi szúnyogra lehet számítani, vizsgáljuk az általuk terjesztett kórokozókat, illetve hogy arra, mikor lehet számítani a szezon mely részein, vagy a város mely pontjain, illetve genetikai vizsgálatok segítségével, például az inváziós fajoknak az eredetét is fel tudjuk kutatni, hogy esetleg honnan érkeztek a magyar populációk, milyen kapcsolatban állnak egymással, és akár azt is, hogy milyen betegségeket képesek hordozni a hazai populációk. Szúnyog volt, szúnyog lesz, amíg a Földön élet lesz? Ez így van. A Mohácsi Selyemgyár kulturális negyedben lakossági fórum vendége volt Gál Kinga, a Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportjának elnöke. Az országjárás keretén belül megrendezett fórumon Pávkovics Gábor Mohács polgármestere és dr. Hargitay János országgyűlési képviselő köszöntötték Gál Kingát.
A képviselő asszony többek között arról beszélt, hogy valóságos háborús pszichózis ér Nyugat-Európában a brüsszeli EU-s döntéshozók körében. Egyre inkább belelovalja magát ez az elit egy háborúpárti álláspontba, mára már az atomfegyverek lehetősége is felmerült. Gál Kinga hangsúlyozta, a dollár baloldal külföldi érdekeket tart szem előtt a nemzeti magyar érdekek helyett. Soha ekkora tétje európai parlamenti választásnak nem volt, mint a most június 9-én esedékes választás, hiszen a tét óriási háború vagy béke. Olyan háborús pszichózisban szenved ma Nyugat-Európa, a brüsszeli döntéshozók, a nyugat-európai fővárosok döntéshozói, amilyen pszichózisban nem szenvedett és nem volt veszélyeztetve gyakorlatilag a II. Világháború óta. Azt látjuk, hogy a szomszédunkban zajló háború miatt egyre inkább a háború pártiak jutottak hangos előtérbe és lettek hangosak Európában, Brüsszelben, és navigálják bele ezt az egész Európát, az Európai Uniót egy háborús konfliktusba, közel egy világháború veszélye, és ha világháború veszélye lesz, akkor annak tudjuk atomháború veszélye is lesz. Erről beszélnek a francia elnök, erről beszélnek Lengyelország vezetői, ami ijesztő. Mi megtanultuk a saját bőrünkön Magyarországon, hogy a háború az csak pusztítást hoz. Két világháború mindkettőben akaratunk ellenére kerültünk, tanította meg nekünk, hogy milyen szörnyű, ha a férfiakat, a férjeket, a gyermekeket, az apákat a frontra viszik, hogy milyen szörnyű a háborús pusztítás, és ezért számunkra az európai parlamenti választás az nem csupán annak a kérdése, hogy melyik frakció lesz nagyobb, vagy ki lesz nagyobb számba, hanem arról szól a tét, hogy a háborúpártiak lesznek-e többségben, vagy azok, akik a békét szeretnének, fegyverszünetet szeretnének. Mi Magyarországon békepártiak vagyunk. A választók nagy többsége békepárti. És egyértelműen látszik, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben azok, akik a Magyarország békéért és biztonságáért kiálltak Brüsszelben, azok a Fidesz-KDNP képviselői voltak. Magyarország kimaradhat ebből a háborúból, hogyha változást tudunk elérni, ha magyar emberek bizalmat szavaznak a Fidesz-KDNP képviselőinek, és megerősítik azt az álláspontot, amit az Orbán kormány és amit a Fidesz-KDNP képvisel, hogy mielőbbi fegyverszünet, béketárgyalások és béke. Tehát a tét az az, hogy szemben a dollár baloldal által képviselt, és gyakorlatilag az Európai Parlamentben általuk majd minden háborúpárti határozatot megszavazókkal a Fidesz-KDNP jelöltjeit juttassák többségben a parlamentbe. Azt látjuk, a baloldalon mind összetartanak, és a végén mind háborúpartiak lesznek, hívják őket Gyurcsánynak, Márkizajnak vagy Magyar Péternek. Láttuk, hogy mit csinálnak Magyarország ellen az EP képviselőik, látjuk, hogy hogyan akadályozzák meg, hogy Magyarországnak a jogosan járó pénzek eljussanak, és ezt még fel is vállalják, még ezzel kérkednek is. Úgyhogy itt egy a tét, hogy a nemzeti érdeket képviselő Fidesz-KDNP jelöltek legyenek a parlamentben, és hogy a háború pártiság fölött győzzenek a békepártiak. Amit tudok mondani, hogy csak a béke, csak a Fidesz. Hogy alakulhat a parlamenti patkó Brüsszelben? Milyen változások várhatóak? Itt mandátumbecsléseket is lehet már látni. Mi az ön prognózisa? Azt látom, hogy az adott egyes tagállamokban erősödnek a szuverenista, konzervatív, jobboldali pártok. Ez azt mutatja, hogy van egy nagy elégedetlenség mindazzal szemben, ami az Európai Unió szintjén történik. Az, hogy ez a
konzervatív jobboldal elég erős legyen, és együtt tudjon működni azért, hogy befolyásolni tudja, és át tudjon fordítani olyan tendenciákat, olyan trendeket, ami érinti a szuverenitásunkat, ami érinti a nemzeti érdekeinket, ez lesz a tét, és azon vagyunk, hogy mindent megteszünk, hogy ez meg is történjen a június 9-e után. Melyik frakcióba tudja elképzelni a Fideszt, illetve ki lesz a bizottság elnöke? Nem tudom megjósolni, hogy ki lesz a bizottság elnöke. A mostani jelöltek, azok mindegyikkel sok kívánnivalót hagy maga után, ezért én azt látom, hogy itt még a meccsek nincsenek lejátszva. Mindenképpen abban vagyunk érdekeltek, hogy erős, konzervatív, jobboldali frakciók legyenek az Európai Parlamentben, és ezekkel mi szorosan együttműködjünk valamilyen formában. Maga a belpolitika alakulásait az elmúlt hónapokban mennyire befolyásolhatja az EP választás eredményét idehaza? Én remélem, hogy az emberek, a választók kitartanak mellettünk, és értik, megértik, hogyha a nemzeti kérdések felvállalásába, ha a béke felvállalásába, a háború, Magyarország kimaradása bármilyen háborúból, fegyverszállításból, annak kulcskérdés, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei legyenek többségben, és legyenek kint az Európai Parlamentben. Ezért én remélem, hogy ilyen szempontból ez nem fogja érinteni június 9-ét. Nagyon fontos, hogy ezt megérezzék az önkormányzatok, a városok és régiók vezetősége szintjén is, hiszen gyakorlatilag a Fideszre számíthatnak akkor, amikor a szuverenitásunk védelméről van szó, amikor a béke melletti kiállásunkról van szó, amikor arról van szó, hogy ne engedjük be az illegális migránsokat, vagy amikor arról van szó, hogy megvédjük a gyermekeinket, és ne engedjük be az iskolákba a gender propagandát, vagy LMBTQ propagandát. Ebben eddig is, és ezután is a Fidesz-KDNP-re számíthattak. Említeni tetszett, hogy milliárdok ragadtak kint Brüsszelben. Választások után van esély arra, hogy ezek nagy része azért hazaérkezik Magyarországra, mert hogy nem itt Mohácson és a térségben is, mind a hídépítésre, mind a Mohács 500 programra, egyszerűen nagyon komoly projektekre várják a forrást. Én nagyon remélem, hogyha végre visszatalálna az Európai Bizottság ahhoz a szerepéhez, ami a jogszabályok őre, és nem egy politikai zsaroló szerepet játszana, akkor ezek a kérdések rendeződhetnek mielőbb, hiszen ezek a pénzek, ezek nem adományok, ezek Magyarországnak jogosan járnak. Magyarország minden feltételt teljesít ahhoz, hogy ezek a pénzeket megkapja és hozzájusson. Azt látjuk, hogy egy óriási nyomásgyakorlás van éppen a háború ellenességünk miatt, épp a békepártiságunk miatt, az illegális migráció ellenességünk miatt, a gender propaganda ellenességünk miatt rajtunk, és ezt a nyomást kifejezetten el is mondják, el is hangoztatják, idézhetem a brüsszeli bizottsági elnököt, von der Leyen asszonyt is, aki gyakorlatilag ki is mondja, hogy azért nem kapjuk meg a pénzeinket, mert nem állunk be a sorba az illegális migráció elleni küzdelem területén. Mi szeretnénk eldönteni, hogy kivel élünk együtt a határainkon belül, vagy az iskolai gender propaganda ellen fellépünk, és ezt nem fogjuk engedni, mint ahogy nem engedünk abból sem, hogy fegyverszünetre és béketárgyalásokra szólítunk fel, és nem küldenénk fegyvereket. Úgyhogy emiatt ez a zsarolás megy, de remélem, hogy ha visszatalál a bizottság a normális működéséhez, ahogy működnie kellene, akkor ezek a jogosan Magyarországnak járó pénzek is odaítélésre és folyósításra kerülnek. A kettős mérce az látható, azt tapasztaljuk gyakorlatilag azóta, hogy 2010 után kétharmaddal Fidesz kormány került hatalomra, és nem tudják megbocsátani azt, hogy nem állunk be a fősodorba, és kitartunk a nemzeti érdekeink mellett mindenáron. Dajs Tamás vezeti a Fidesz listát, egy jó bevált csapattal vágnak neki a választásnak. Mi az erénye ennek a csapatnak? Gyakorlatilag egy olyan csapat állt össze, amelyik tisztában van vele, hogy az elkövetkező 5 év mandátuma az nagy küzdelmek időszaka lesz.
éppen a szuverenitásunk védelme miatt kell harcos, bátor képviselőket küldenünk Brüsszelbe, és azt látjuk, hogy sikerült egy olyan csapatot összeállítani, aki bátran vág neki ennek az elkövetkező 5 év küzdelmének. Nemzeti listát tudtunk állítani, ahol a kárpátaljai és a vajdasági képviselők velünk lehetnek, és ugye különösen fontos Kárpátalja a háború árnyékában a kárpátaljai képviselet, mint ahogy fontos a vajdasági képviselet, hiszen a nyugat-balkáni bővítés az egy prioritás lesz az elkövetkező időszakban. De ott lesz közöttünk a igazi agrárszakember, hiszen nagy kérdés lesz az elkövetkező időre, hogy az élelmiszerbiztonságot, a mezőgazdaságból megélők biztonságát, azt megfelelő mértékben tudja, érdekeit megfelelő mértékben tudják képviselni, tudjuk mi képviselni, és tudják a józan ész és a realitások talaján lévő politikusok képviselni a teljesen józanésztől elrugaszkodott brüsszeli irányítókkal szemben. Úgyhogy ilyen szempontból a lista egy erős lista, harcosok mennek Brüsszelbe, és mi most pedig járjuk az országot, gyakorlatilag a Fidesz-KDNP összes vezetője országjárásomban, több száz helyszínre jutunk el, mindenkit szeretnénk meghallgatni, szeretnénk beszélgetni az emberekkel, és lehetőséget adni, hogy a béke hangja elhallatszódjon. Én azt látom, hogy tele vagyunk lelkesedéssel, soha ilyen erős EP kampánya nem volt még eddig a Fidesznek. 50 ezer aktivista segít országszerte bennünket, ahol 1200 helyen standolunk, tehát óriási a hív, és én remélem, hogy ennek meg lesz a méltó eredménye is. Június 9-én a választók megértik, hogy a Fidesz-KDNP szavazói, képviselői azok, akik az érdekeket Brüsszelben, nemzeti érdekeket Brüsszelben megfelelően tudják képviselni. Úgyhogy, ahogy az imént mondtam, csak a Fidesz, csak a béke. A Fidesz által szervezett fórumon polgármesterek és szimpatizánsok vettek részt, akik az esemény második felében kérdezhettek is a jelenlévő politikusoktól. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látták. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.